nem is fognak előrébb menni ennél. Hát fél HP, sőt annyi negyed HP-t vett le körülbelül azon a pozin a bomba robbanása. 3-0, a kötelező konvertálás megvan, bár nagyon-nagyon furcsa, hogy a második körben elkózott a Fúria, most pedig csak egy half-byte iktatnak be. Látszik a pénzeken, hogy direkt arra úgy játszottak, arra kalkuláltak, hogy most egy VP-re minimum legyen elég pénzük, de azt hiszem Cello is elég sok pénzt mentett. Dupla VP setup mondjuk nem lesz ezzel együtt, de... Sőt, készszerátó az, akinél maradt még sok pénz, de ő mentett alapból, szóval tudja venni a fullos settet mindennel együtt, utility-vel, meg mellé marad majdnem 4000 dolláros megtakarítása. Jurinak sincs sokkal kevesebb. Annyi pozitívum van a Fúriánál egyébként, hogy a Heroic-nek a bankját egész alacsonyan tudják tartani. Most Dexternél van több mint 4000, de könnyen lehet, hogy az első körgyőzelmük akár duplát is érhet. Csak hát mikor jön ez az első körgyőzelem? Oha! Láj! Ami Dexternek összejött, az Fallennek nem, ez a no-scope. Jaj, Cello aztán... Na! Végül csak összejön. Oh! Az igen, Fallen! Na, mit csinál most itt az öreg? Be kell zoomolni, kérem szépen. Egyből megtalálja Fallen azt a régi formáját, a legendásat. Mindenki esett a bomba, off-pozira nem számít, sus. Hát akkor most jön az első kör, úgy néz ki, hogy a kérdésemre választ is kapok. Nerds véletlenül menteni fog, 1400-as csak a loose bónusz, és még úgy, hogy van majdnem egy teljes gránát szettje, nincs értelme azt elherdálni. Tud dobni egy kalát, meg tudja venni még a maradék 200 dollárból azt a flash-t is, hogy teljes legyen a szettje utility terén is. Valameg átepület mondjuk Kixánnak, nála nem lesz nagyon pénz, 1007. Jusnál se lesz sokkal több. SS Dexterök még tudják venni maguknak. Dexter kiskevóval tudna a VP-t egyébként, de nem hiszem, hogy érdemes lenne, főleg Anubison. Nehezebb itt kamatoztatni az AVP-t, bár nem is kell megvenni, hogyha Nerds ki tudja menteni. Közben az ezzel párhuzamosan kiírt mérkőzés, Big kontra Falcons, és elkezdődött. Dust 2-vel kezdenek a felek, ugye az a mérkőzés a továbbjutásért zajlik, a vesztés pedig kiesik, hát a németeknek azért ez egy nagy blama lenne, bár valljuk meg őszintén, hogy azért egy valamilyen friss felállás van, ugye Rigon, Red News Eagles játékos érkezett 5.-ként a csapatba. Próbálkozhatnak meg a legjobb 16-ba kerülésért Falconzal szemben, akik szintén megélnek egy misét. A nevek egy csapatban is együtt ötösként muzsikálnak úgy, ahogy ezt ember, hogy ezt az ember várná tőlük. Az kettőn pedig jelenleg, ahol láttam, 3-1 a Falconznak, és én már a 4-1 állás, annak még messze a vége. Viszont a Heroic egyenlít, akkor megint csak ezt lehet mondani, hogy messze a vége a Decidernek, vagy nek a EO3-nak. Ó! Még valahogy életben Fallen. Még nem rossz, minimálisan építesz ezt, aki nem szeret fregetek, hogy még egy Molly Fallen arcába, de most ne liszkol onnan. Cello veszi át a közt, miközben Dexter pásztázza B-t. Ah! Hát az eznek nem jó a start 0-3-ban, de ő csak egy ilyen elterelő emberke volt. Jó a smoke. Fury-t és Skulls-t is kizárja. Ilyen a helycsere. Készítik a molicsus, azonban tud plantolni. 54-ben jött egy riték. Cello pedig Kusnál, tehát hogy a Kixant majdnem Sus is otthagyja a fogát. Oh! Hirtelen a semmiből CT fregek hada. És lehet egy 1v5-ben. Lebukik, van róla info. Sokan tartják, meg is halt. 3-2. Bombát tett a Heroic, de nem inném, hogy násárolni fognak ebből, főleg, hogy 5-en túlélték a Fúriások, szóval... Most jön egy ilyen half-by-szerűség SSZ-től, hogy potenciálisan egyenlíthet a Fúria. Akik
kör tájékán. 2500 ütötte a Heroic Market játékosonként a Plantal együtt. Hát, hogy mondtad, ebből nagy vásárlás nem lesz, inkább csak fél investálás. 2000-ig lehet nagyjából vásárolni, néhány upgrade-elt pisztoly, minimális utility, esetleg megint meg lehet próbálni bepoppolni valahova a bombaplantot, legalább összehozni. Az lebeghet most a Heroic szeme előtt. Na meg egy időkérés, amit kikértek. Már szó nem nagyon osztja meg a meglátásait a többiekkel. Nem is figyeltem, hogy ki volt írva egyáltalán, csak feltételezni merem, hogy a Heroicnak volt ez így az időkérése, hogy kettő kört sorozatban buktak, gyakorlatilag egyből, ahogy oda kerültek a nagy fegyverek a brazilokhoz. Egyelőre kettőből kettőt abszolváltak. És nézd meg, ránk cáfolnak a Heroicosok, ráforszoltak ilyen 2500-3000 dollárokkal. Ez viszont így veszélyesebb, mert hogyha ez a kör sincs meg, már pedig juti nagyon kevés. Igaz, a CT-knél sincs sokkal több. Lássuk, Fallen itt el fogja foglalni egész B-előtti területet, Skulls ott van mellette. Hát egy teljes B-előtti területe van a Fúriának, és harmadik emberként akár el is lehet rotálni Yurinak rakóról, sőt Fallen is visszamehetne, Skulls kint lehet hagyni. Oh, ennek elvesztek füstön át almében, beakadt készállt, és Tessus is így előre nyomult. Oh-oh, és ez hallja, végig Tessus. Ez nagyon sok info, hát visszajára fordul a kör konkrétan. Annak ellen, hogy mennyi területe volt. És most túlrotálnak. Teljesen elrotálja magát a Fúria, azt a mindenit. És még Skulls is lemarad a spotról. Igen. Pedig az telegrafálata volna a Fúriának, hogy itt visszarotál a támadó csapat ára, de így ötletük sincs. Sőt, még templomból a visszafordul midre sus lehetne egy ingyen fregje, de így is elzárják a rotát, 4v5, meg sem fogja ezt próbálni a Fúria. Egy mágfreg kvázi füsten át. Ott van készen át óholteste. Be sepregetve az asztal alá mellé. Majdnem unikornis kör, de nem. Tízszerát ott hagyta a fogát. Maradt kettő technál egyébként a támadóknál. Ott lehet venni majd kalasnyikovokat. Marad a három galil majd mellé minden bizonnyal. Heroic bankjának is jót tett most ez a győzelem, így hogy öten túlélték, bár ahogy mondtam, ott kettő játékosnak még újra kell venni a nagy fegyvereket. Meg a gránátokat természetesen. Hát a Fúria oldalon egyébként ekonomiai szempontból még mindig sokkal jobban állnak Fallennél. Hát ja, vagy ha Yurinál... ezt a kört, nyugodtan tudok venni. Igen, Yurinál majdnem 10 000, mindenkinél van majdnem 4-5 000 dolláros megtakarítás, igazából készszerátom kívül. És igen, készíti a Heroic a B-popot. Jön is kickszám vezényletével, ő ugrik be elsőként, a megtízesre Fallent kizárják. Skulls konkrétan egyedül marad, ennek ellenére megszerzi az entryt. Sus viszont válaszol, robbantja a smoke-ot Fallen, jön a moló alapra. Valahogy időt kell nyerni a társaknak, hogy átadáljanak, viszont Fallen kap még egy smoke-ot magára. De ennek ellenére Cello templomban Molotov mögül. Konkrétan tudsz megállni, jaj. Óvatosan. Nesztek ez már a második zsinórban, hogy itt tud fregelni. 3v3, van ott még vakító. Püst. Néd. Illetve jön egy Cello is CT-ről. Csak kéne lassan már jönnie. De jött még egy smoke konnektorba, hogyha jól hallottam, úgyhogy ott megint ki vannak zárva. Cello ennek ellenére nyer egy pár harcot. Készállaton nem tud trédelni, Nerc óriás itt megy ebben a körben is. Oh! Még azért meg kellett nézni azt a nézt, hogy milyen kaliber. Aztán meg gyorsan ráállítottad, de Nerc felszívta magát erre az Anubisra. 5-2. Jó a start T oldalról. Kell is a jó T-kezdet. Inkább egy támadó favorizáltabb ez a pálya. Nem véletlenül ugye a Heroic ezt választotta.
Hiszen a Fúriának volt a pályaválasztása, ez az Anubis. Hát amit még pozitívumként el lehet mondani a Fúria mellett, amit előbb is mondtunk, nagyon sok pénz volt náluk, szóval kényelmesen jön még egy teljes értékű vásárlás. Hát a következő már húzósabb lesz, ha lesznek kimentett fegyverek, úgy puknak egy kört, akkor még oké. Okay. De nyilván azért szépíteni kéne, csökkenteni kéne a differenciát a Heroic-kal szemben. Egy gyors kontakt, Fallent majdnem elcsépték, Skulls kapja még a gránátsebzést ott sötét környékén. A P hosszú felett dobhatták át a gránátot. Kickstam pedig azt hittem, hogy át fogja tolni a füstöt. Na, második gondolatból meg is teszi, de így a timingról már lemaradt. Fallen pedig kidugta a vállát, ott meg volt egy pillanat erejéig a spot, de arra nem tudta ellőni magát arra a kettő pixelre. És most megy a háború sötétért, amit Fallen fog megnyerni. Második próbálkozó pedig nincs a Heroic oldalán. Viszont jön az AR, ne felejtsük el, Nerds! Mint csak az entry ezúttal készen át a jóval defenzívabb, és jött majd a váltás cellóval. De ez megint a középlörk. A középlörk, nem figyel rá senki! A szép készen átadott, de ez neki kéne valahogy időgyenni, de most már számítanak rá! De valakinek oda kéne tartani az alvédők közül, haló! Mindenki almainre fókuszált, ez pedig egy duplát is lőhet, akár senki nem tart ide! Mi történik, oh. Mit csinál a Fúria? Hát valakinek közre csak kellett volna tartani. Nagyon későn jön ott fönt Gyuri, láthatjuk a minimapon egyessel, de az túl késő volt. Rossz volt a kommunikáció a braziloknál, és ez egy dupla entry-vel kvázi, amit ez az összegyújtott az első két fregje itt Anubison. Konkrétan megnyeri a hatodik kört is a Heroicnak, mert ezt nem fogják megpróbálni, ezt a ritéket. Óriási blama a braziloktól. Pedig a nyitó is megvolt, szóval azzal az infóval pedig átrotálhattak volna valakit középre legalább. Jött Yuri talán az, aki templomból átrotált, csak nagyon-nagyon későn. Ott már az a veszett fejszennyele volt. Nem volt letartva közép, és ennyi, tesz lőrkével vége lett a körnek. Bomba robbanásával már a hatas számot írhatjuk a Heroic neve mellé. Pénz szempontjából most még a Fúria helyzete okés. Három fegyvert mentettek, szóval tudnak dobni majd M4-eket simán. A végjátékra elég stabil az ekonomiájuk, de nyilván most nem pénzre, hanem megnyert körökre lenne szüksége a braziloknak. Ugye azt említettük, hogy a Fúria most mutogatja ezt az Anubiszt, ami így bekerült a mappujába, miközben egy időkérés is így van idő erről beszélni. Az elsőt ugye a Liquid ellen meg is nyerték, de a BO3-at nem tudták megnyerni. Viszont nézegettem a Heroic-nak a korábbi Anubisait, a legutóbbi négy Anubis elveszítették. I'm staying alive. I'm staying alive. Two side. Wait, guys. Do that. Nice, boys! I'm taking first. I'm taking first. A legutóbbi négy Anubis tehát elveszítették, és mondom, hogy ugye a legutóbb a 3D Max ellen volt az első fél időben öt körük T oldalról, viszont egyet sem védtek ki. Aztán a Made in Brazil ellen szintén az volt a Decider Anubis, ugye az még Moróval, ott megint hatot támadtak az első fél időben, viszont csak egyet védtek. A Complexity ellen szintén mennyi két kivédekezett kör, és elbukták 13-5-re, a Spirit ellen oké, ők egy másik kávéház, de mégis 13-6 a végre, és egy kivédekezett kör. Tehát a legutolsóbb négy Anubiszt elveszítették a Heroic-osok, a támadó oldalukkal nem volt gond, viszont CT oldalon max az elmúlt négy Anubisból kettő darab kört sikerült hozniuk. Elmúlt négy Anubis. Hát akkor egy gyors átlagot vonok még, 5,75 kört sikerült átlagolva hozni meccsenként, ha itt a legutóbbi négy mintát nézzük. Kerekítsünk, akkor 6 kört hoztak általánosságban, no ezt az átlagot már most elérték, igaz, hogy a könnyebbik oldalról, de hol van még a vége? Tesz ezt tud trédelni, ezzel talán inkább a támadók kerülnek előnybe, jó a tech Fallentől, nem hibázott. A gránát kicsit elpattan, az nem volt itt tökéletes, és ott van mellette készerátó, aki nem tud fregálni, na Fallennak kell villannia, de egy hiba, az USP-vel aztán megvan a következő, Dexter ezt trédeli, de ő az egyedüli túlélő, úgyhogy elhult Tesz ezt Yuri, illetve Skulls párosával szemben. Na vajon jön megint a komment a rádióban, hogy Dexter mennyire ezt a kört, megnyerik a mérkőzést is? Mirázsan nem jött be, de megint egy Dexter 1v2. Mirázsan óriási volt. Első no-scope fejbe, Yurira, aztán utána a Ninja Diffuse is jól működött Fallennel szemben. Fallen már nem él. A bomba kitéve A-mainre, Diffuse kit van mind a két CT-nél, meg is van az első frag, viszont most már megvan az info. A Molival viszont ki fogják zárni, de ebbe beleégít, oh! Dexter megint megnyeri az 1v2-t.
Nice, Abdul! Mondja Kixant, két 1v2-t is kipipálhat most már a Fury elleni BO3-ban, Dexter. Ilyen jó, hogy megérkezett, megkapta a vízumot éppen időben. Még a szín nélküle. Ment a kabaré. Ment a kabaré, igen. De hát a lezárásnál már nem lehet komment, nem lehet negatív komment. Kicsit talán elsért a Skulls, jó volt az elképzelés a molotovval, de erre számítani kell, hogy egyből be fog píkelni az ellenfél ilyenkor VP-vel. Fallen, egy négyzetcentit talált, ahol nem égetett az a molotov. De végezetül nem píkel be sötétbe, sőt vissza is kell vonulni a molotov miatt, de aztán másodjára Kickstarter megvan a frag. Kapta a gránátot egyébként, az arcába repült, szóval Fallen is egy fél HP-n kezd gyakorlatilag, de ami még fontosabb, megszerezte az ember előnyt. Megszer azt a tetején. Jöhet akár majd egy boost is, jön is bizony, de készen álltó hátrébb van ott peremen. Nem fog beleégni a molibász, pedig egy nagyon jó, de a Fallen mindenhol is ott van. Hát a rajta nem múlik, most sem... Lagolt, hát ezt láttad? Láttam, igen. Mi volt ez, te jó ég? Fallennek ott már a harmadik. Jó, nem ezen múlt a kör, azt adjuk hozzá. Juss 1v4. Ő kiszmokolva teljesen. 45 sek. Nem minném, hogy ezt megpróbálná a dán játékos. Egykori V4 Future Sports Festival bajnok. Hello, várja tárt karokkal. Közben párhuzom, hogy sem elnéztem, csak mindjárt lelövi közbe. Jól vártam, párhuzom, hogy 10-1 a falkoznak Dust 2-n. Uha. Az első napon, amit ráadásul a Big Pickelt. Én itt jött egy komment az előző monológra, hogy próbáltam mentegetni a Biget, hogy végül is új line-up, stb. És nem mintha az előtte lévő Big jobb lett volna, ezt csak megerősíteni tudom. Hát azért Rigonnal mégiscsak jött egy komolyabb firepower, de úgy tűnik, hogy ez a komolyabb firepower egyenlőre még várat magára. Ja, van egy győzelmük egyébként még felső ágon. A FlyQuest-et verték meg, aztán a Szótól kaptak ki. Elég közel voltak a továbbjutáshoz, de lehet, hogy így a Falcon fog megállt parancsolni nekik. És akkor közben... Mondja csak. Szabad ne feled, top 16-ba se lesz német csapat, nem hogy majd a közönség előtt a play-offban a top 6-ban. Hazai pálya egyelőre úgy néz ki, amiknek nem ad buffot, bár hát ugye nincs közönség, így nem nagyon számít, hogy melyik stúdióban játszanak, melyik országban. Most így Európán belül jetlagről nem beszélhetünk nyilván, ha az európai csapatokat nézzük. Maximum ebből a szempontból a távol-keleti meg ugye az észak-dél-amerikai csapatok ellen lehet az európaiaknak fölénye. No, de ráforszol a 11. körben a Heroic, elég felemás a vásárlásuk így, 3 Dezi, 2 Kalasnyikov és a utility set is, hát kinél több, kinél kevesebb, Yuri nyit a molotov miatt, nem tudnak bejönni, trédelni. És B20 mögött megtorpantak a támadók, Skulls mondjuk le tudják dobni elég low HP-re, megérkezik a harmadik BVD-ből, viszont Cello füstön keresztül lekapcsolt 2 támadót. Nerds még válaszol egyel, de dupla emberlőnyben a Fúria. Nerds, 1-2! Kiegyenlíti egy pillanat leforgása alatt az emberarányokat, Nerds is megy a harmadikra. Aj, Nerds, ez kicsit sok volt, ez nem fér bele. Dexter marad így megint csak 1v2-ben. De ez most nem AVP-je volt. Most nem AVP-je volt, úgyhogy azért nem nyerte meg. Munkala voltak, ez a Cello még az idel is dúbcsizgat vele egy kicsit, még hogyha elég egy oldalú most ez a beszélgetés. Fizet neki egy-kettőt. Emlékszel Dexter 1v4-ére azt hiszem? Mikor pont itt B-rakó körül táncolt az AVP-vel. Igen, az úgy is volt, de... Unblock az egyik legkeményebb play, amit az elmúlt, vagy legkeményebb clutch. Akkor én Anubis a mappulba. Igen, igen, elég friss volt még. Go volt ugye. Igen. Na mindegy, csak egy kis throwback, ha már itt. Nem, igen, abszolút jó kis pillanat volt. Nem lehet olyan könnyen elfelejteni, hogy az ember pakkival foglalkozik kicsével, szóval ez jó, hogy felhoztad. Szép jelenet volt. Iza.
Igen, ha már itt volt visszaemlékezés Fallen SK-s kölni győzelmeire is. Igaz, ez nem volt annyira régen. Most elmaradt ez a kis táncolás ott a B-rakó körül. De ahogy mondtad, nem volt AWP. Ez egy blast volt ráadásul. Uh-huh. Ja, main pop. Jó volt vele készerátó, jó volt vele cseló. Tűzön-vizen mindenen át. Megvan az a rakó. Fallent kéne nézni, miért nem Fallent nézni? Ja, mert nem szabít az Observer, hogy megint füstön át fog fregálni. Húzok a Midlert, ez nagyon jó. Éppen hogy nem lett meg a dupla. Nagyon jó pozíció, pedig ezt elvéti. Na hát már akartam mondani, hogy ha csak Skuzit nem nyeri meg ezt az 1v2-t, bár azért valójában nyilvánsz nyilván az esély, hogy ha itt a 6 körök sose voltak elegendőek, plusz annyit elfelejtettem hozzátenni, hogy azért a 3DMAX meccs kivételével az összes többi ugye végig beugróval volt a hírőt, tehát Voróval és Szóval még a Blaston. És akkor nem voltak elegendők a 6 meg az 5-be támadott körök. Most a 8 teljes felállással nagyon elége a kérdés. Minden esetben a 8. kör megvan. Dexteréknek jó a start a Fúria választásán. 5 kör attól a Heroic, 5 kivédekezett körtől attól a Heroic, hogy kiegyenlítsenek a BioArma szériában, és elkülözőjönnek minket majd Nuke-ra, ami a Decider lehet, de várjuk ki még a végét, mindjárt jön egy másik félidő. Thank you.
Dexter klácsát, pontosabban 1v2-jét nézhettük vissza ezúttal kommunikációval. Hát nyilván sok minden nem kellett a csapattársaknak kollolni, csak kapta az óriási buzdítást a végén, a dicsérő szavakat Dexter. Hát ezzel a lendülettel vitte el ugye az első fél időt 8-4-re a Heroic, azért kemény löketet adott nekik a végjátékban. Hogy elég lesz az a 8 kör? Nem tudom, fent hagyom ezt a kérdést a második játék részre. Nyilván támadó orientált ez a pálya, sokkal jobban favorizálja itt a T oldalt, a pályának a kialakítása, a karakterisztikája. De másik oldalról ugye a Heroicnak csak 5 kivédekezett körre van szüksége, és ez egy háromfős A-main agro, amit gyorsan el is engednek Dexterék, miután le lett spotolva, de Dexter egyedül visszapíkel, kifizetődik ez neki, viszont a brazilok pedig jönnek midről. Most már 4-en vannak itt a CT-k közül, Jézusom! Pattognak a fejek az USP-kből. Mind a két pisztolykört nagy valószínűséggel megnyeri a Heroic. Ha csak kétszer által nem mondja meg ezt az egyvétet, de hát elég nyilvasznyi rá az esély, valljuk be őszintén a bomba esett kameralépcsőn. És már csussal sem bír, 9-4. Hát, hogyha így fog védekezni most már az egy kör, ami úgy az elmúlt Anubisokon max 2 volt CT-ből a Heroic-tól, legyen szó bármilyen ellenfél ellen. Ebből az egyik már megvan, hogy az a minimum egy, de most ez a Heroic van olyan formában, hogy akármi gyorsan pontot is tegyen meg a mérkőzésnek a végére, mert az emberek van olyan érzése, hogy ebből a fúriából Mirázs után csak Fallen maradt meg, a többiek eléggé csöndben, csak úgy számítógépezgetnek, talán még Cello, aki minimálisan kiemelhető. Yuri hozza a kötelezőt, de az egész szériában eddig készerátó az, aki szokatlanul Hulk. Nem láttunk nagyon impactot a részéről, pedig aztán ő szokott ennek a brazil ötösnek az abszolút legnagyobb sztárja lenni. Próbálnak gyorsan bepopolni ára, hát egy plant összejöhet. Hát csak mert megérkeznek kamerából, ebből nem lesz plant így. Még pisztolyjal, hát nem, egy freget sem tudnak összeszedni. Hát 5 túlélő játékos Heroic oldalom, ez így megdobja azért az ekonomiájukat. 10-4-re növelik az előnyüket mindemellett. Az EQ után viszont Fúria oldalról jöhet a nagy vásárlás. Puskázni kell a jegyzetekből. Nagy üvöltés közben a párhuzamos mérkőzésen. Ha minden igaz, akkor 12-3. A Falk 12-4 most már. A Falconsnak. Nem úgy tűnik, hogy a Big pálya választását. Falkons behúzza Dust2-t. Pedig szintén lehet kvázi ilyen teniszes nyelven fogalmazva két break, hiszen a Heroic pikkelte Mirást, a Fúria nyerte 13-11-re. Itt pedig a Fúria választáson 10-4-re vezet a Heroic. Nagyon jó az Amin, Kipop, Kus és Kixan. Közös egy együttes ereje végül végez Cellóval. Nagyon kifolyott a utility-ből. Fúria ott van még két smoke az igaz, meg egy vakító Skullsnál. Tehát mennyi terület, mennyi terület a Heroic előtt. Mini platformon Nerz lebukik, jön tesz az MP9-essel, op. Tesz ezt nagy hiba, hogy onnan nem lőtt egyet sem, és közben már Fallen csekkolja a flanket, próbálja odadobni a bombát a társának, viszont Kixan már nagyon közel, de félig még fogta a fejét, de killfeed, ennek ellenére úgy érezte, hogy ő már nem volt vak, és úgy végzett a cség keresztapjával, úgymond. Három vég, kettő készenálltó, nullos Skullsnál van még egy moli. Nem kapkodja el ezt a visszafoglalást, ott négyessel susra várnak végig, aki jön át. Ez a társadat leleveted, sus, de nem számítanak Skullsra, aki még mindig itt van a platformon. Dexternél ott van a defuse kit, ezt igyekezni kell, Skullsra kell táncolni, és megnyeri végül Skulls az 1v2-t. Hát sus, ezt nagyon eltotojázta onnan, múzeumból. Kellett volna érkezni. Mekkora káosz, ha előbb jön, ahogy te is mondod, Kixan túléli hosszúan, és 3v1-be mehettek volna rá Skullsra. Hát így pedig kapott egy teljesen ingyen 1v1-et, sust ugye gránátdobás közben kapta el. Egy tényleges fészelés kellett a végén Skullsnak nyernie, és nem is hibázott Dexterrel szemben.
Hát probléma most Fúria oldalon, hogy hiába a körgyőzelem, egyetlen egy túlélő játékosuk maradt, és sokkal jobb. A Heroic-nak a fegyverzete egy-egyes cserét követően most, akkor lehet, hogy csillapodnak a kedélyek. Furiának ez nem rossz egyébként, mert Fallen csak egy Mac-10-est veszített el ezzel együtt. És Susnál pedig egy M4-es volt. Ennek nagyon alacsonyan tudják tartani a támadók pénzét, de Csaló pedig a másik SMG-vel fregelt. Tesz ez hullik ki midről. Középkontrollt elveszíti ezzel együtt a Heroic. És akkor... hát mondhatni, szerencséjátékot kell űzniük, hogy most melyik rakót erősítik meg jobban. Dexter itt volt Heavenben, de úgy néz ki, hogy aztán vissza fog rotálni B rakó fele. Egyedül hagyják Nörcöt A rakón. Hát és neki kellene majd három támadóval elbánnia, de hát ha már gamble-ztek, akkor úgy néz ki, hogy mind a három védőt átcsoportosítják B rakóra. Így könnyedében fog menni a Fury A-ra. Talán még ott Skulls halhat meg, hogyha beterel, vagy ugye egy lörköt próbál meg, de Heroic oldaláról ez a gamble stack 5 körös differenciánál abszolút belefér. Most meg itt hagytánk. Mielőtt Dexter le is lövi őt. Hát kit van, csak utility nagyon nincs. Nerz már közel középütt a bomba, azonban hamarosan le fog kerülni Yurinak köszönhetően erre a zárakóra. Már ott még egy füst is. Akár ezt a ritéket meg lehet próbálni, ha nagyon szeretné a Heroic, bár pénzük különösképpen nem lesz. A néd az cellóra jó lehet, bizony nem rossz. TP, jön egy újabb, aztán ugrásból próbálkozik, kicsit felelőtlen szerintem cellótól. Így meg pláne érkeznek a vakítók, de is nem ő húzza egyet, hanem Yuri duplázik. Készen állt, ó, aki nem élete meccsét játszik, Yuri mit művel rakó mögül? Hogy rakó körül inkább ügyesen táncolt. És egy gyönyörű tripát hozott össze. Hát ez a két kör azért adhat egy kis motivációs boostot a Fúriának, főleg Skulls 1v2, ez a Yuri tripla, hogy visszamásszanak ebbe a mérkőzésbe. Könnyen lehet 3 is egyébként, meghoznia kell most a Heroic-nak. Hát nyilván ezen a ponton úgy voltak vele, hogy ezzel a füsttel különösen, úgyhogy van kit, megpróbálják, de nyilván utólag könnyebb okosnak lenni. Azt a három emberes base-teket tartották volna abban az értelemben, hogy mentenek, lehet jobban jártak volna, na egy kis darab. Cello 2, Fallen pedig 3? Igen, 3 full house leosztásban. Lezárja nagyon gyorsan ezt az anti-echo kört a Fúria. A Heroic sem lacafacázott sokat, minden megpróbáltak öten felmenni, emberesen beleálltak a küzdelembe, de nyilván a fegyverzeti előny óriási volt a Fúriánál, akik 7-10-re szépítenek. Egyelőre, ahogy ott vannak a nagy fegyverek, megint csak egyébként szalagsoron gyártják Fallenék a köröket. Ezzel együtt pedig ki is kéri a második taktikai időkérését a Heroic. Ezben a Big mászik vissza. 12-2-ről 12-7. 5 kört kivédekeztek zsinórba. Ugyanennyi kéne még. Az OT-hoz bizony. Az OT-hoz igen. Télúton járnak. Itt is azért már a Fúria tér vissza, 3 nyert kör zsinórba, 10-4-ről 10-7. Megint egy átámadást talált ki Fallen, végig hosszúról kontaktolva, nem rossz az elképzelés, ugyanis teljesen át van engedve ez az arakó. És most mi a fenét túr, mikor Kixan ott van? Ennyire komolyan. Nem véletlen van a TS, tehát nem bántásból, csak hogy érdemes beszélni. Kamerásból gyorsan átzárhat Sus. Addigra már egy kill. Nem, az késő lesz, még hogyha ott is van a tetején. Ráadásul a molival kizárják, vagy smoke-kal. Na, teljesen vak, kész. Jaj! Átmegy. Átmegy Sus. Oké, csak teljesen vak. Yuri! Le is tövi jött végül. Ha! Azt a minden is cool, ez aki végül vakot. Oh! Az mondjuk szép. És a lőr. Jaj! Igen, Tessznek jött ki jobban itt a lépés, de hát
Nézzük meg a többi híraik játékosnak a pozícióját, hiába ez a két frag. A dupla entry-re, nárban megint jön a mentés, mert Dexternél ugye Glasscannon VP van is nála, Kevó. Nersnél nagyon kevés pénz, hogy a többieknél is. Úgyhogy hát meleg van, ma megint Máta jön a kánikula. Úgyhogy kicsit hűsíti magát itt tengerparton. Ignorálja a táblát, Nörc. Pittyethány tiltásokra. 21-9-ben egyébként, ha már Nörc. Nagyon-nagyon messziről ő a top fragger egyelőre, itt Anubison legalábbis. Az első pályán felemás teljesítményt hozott, 18-17, egy alatt volt a ratingje. Egyedül Tessess volt pozitív ratingen egyébként, egy fölött a Mirázsom. Júria relatíve eléggé együtt fregelt a végére. Készerától is egyébként, amilyen csendesen kezdett. Jó kör volt, ezzel nem tudok vitatkozni. Hát ezt Nerz mondta, csak az volt a baj. Oh. Úgyhogy... Oké. Okay. Majd hasonlít, nem a Fúriásokat dicsérte így maguknak zárt körben, hogy szép volt Fúriások, ez egy jó kör volt. Kicsit szarkasztikusan tudom. Bravo gyerekek, jó kör volt, szép. Ja, meg eladja, hogy nem portugálul beszélnek. Ja, az meg a másik. Igen. Felemás vásárlás, bár ugye mentett fegyverek vannak csak a heroiknál. Fél investálás, hogyha a pénzügyeket nézzük. Pénz kiegyenlítés, 2000 környékéig veszi le mindenki. Hát aki meg elhullott az előző körben, annál meg 5-7 kiskevó. Minimális utility. Hát nyers tűzerőből igazából meg lehet nyerni, csak a legtöbbször érdemes ilyenkor megpróbálni valami stacket megint. Valamelyik rakóra kicsit több emberi erőforrást összpontosítanak. És most ez az árakó, az a baj, hogy ezzel szemben pedig a Furia execute-ja pont hogy B-re fog érkezni. Jön a boost 3-as mögött. A Moli valljuk be, hogy jó, és nem jó a boost, illetve a boost jó volt, csak nerc. Elveszett arra, és így fixen van infót SS-ről, hogy ő itt bujkál. Aha, kapja és nédet, igaz minimális esetben, elmegy a füst! Micsoda? Elment a füst! És így is lő kettőt, tesz ez kiszállt a későn trédel. Nagy hátból érkezik két CT is. Füxan, illetve Shush a két 5-7-nel. Míg Dexter most jön csak vízbe és tartani fogja a kütőt. Viszont megvan neki Fallen. Skull is meghal, 1v3, milyen kaotikus kör, kész látok, nincs élet a formájában. Nem jó a flash. Sok fele kellett tartani. Hát ez igen elherdálta magától a Furia, halljébb őszintén, de inkább nézzük a jó oldalát, szép elítéket a heroik. Hát a Tessess azzal a duplával gyakorlatilag megfordította a kört. Amikor azzal csak a munkának a fele volt nagyjából elvégezve. Utána kellett az, hogy sötétből is kipékeljenek. Ott hát Fallen hibáját Dexter büntette pontosan itt. Hát meg Skulls, szép lövés, de talán ez volt a legegyszerűbb. 20 HP és Brazilt ellőni. 3v1-ben pedig szépen kollapszolt a végén a heroik, egyszerre jöttek ketten osszúról, meg ugye Dexter sötétből. Készenlátó pedig olyan poziban volt, hogy gyakorlatilag mindegyik szög rálátott, nem tudott hova bújni. Őt tudom talán a legkevésbé hibáztatni. Bár ahogy mondtuk, szegény nincs élete formájában, 8-13-ban jelen pillanatban az a sztárjátékos, akitől megszoktuk, hogy tényleg szalagsoron gyártja a fregeket itt a Fúriának. Most viszont egyelőre Fallen, Cello, illetve Yuri triumvirátus az, aki viszi előre a Fúriát. Ők hát 3 körre növelte a differenciát megint csak a heroik, és nekik már csak 2 körgyőzelem van, körgyőzelemre van szükségük ahhoz, hogy kiegyenlítsék a szériát. Talán olyan nem AWP-zik T oldalon. Inkább a kalával próbálkozik most ő is. Oho, füstrobbantás középütt. Nem pillantják meg egymást a játékosok. Cello húz váratlant. Oh, mi? Oké. Okay. Füxán. És ott lehet a második is, az is megvan! A harmadik is, az is, de ő is még valahogy életben 6 HP-val.
Fallen nem tud trédelni. Fú, hát itt most a Macedon ezt megoldotta ezt a közt konkrétan egyedül. Igaz, az első frackhez kellett pici szerencse is. Ez viszont most egy ingyen frack schoolsnak, aki folyamatosan B előtti lőrként játszik ezen a T oldalon. Egy perc, Fallen középütt híd végén. Észrelátó vízben. Megpróbálja elfoglalni az All Main, schools csatlakozik irányító csapattársa mellé. A közt most teljesen átengedi a Heroic, beállnak egy 2-2-es védelmi felállásba. Hát ketten kéz a kézben érkeznek középről. Hát készerátó talán meg fogja várni, amíg kontaktolnak a többiek, és akkor indul majd meg. Tehát egyelőre csak shoulderzik X-em, amint meg lesz a spot, repül a füst, és hát kamerát nehéz lesz így áttolni, bizonyos, meg is van Fallen, viszont rátapos a dupla vére, és megy előre, csak nem számítanak a második játékos. A Evenben, ó, Dexter-től gyönyörű lövések, a harmadik álmainkből érkezik. Na mindegy, tök mindegy, mit csinál itt készerátó, nem lesz idő egyszerűen bombát tenni. Dexter pedig nem is oszt neki lapot. A 12-et nyeri ezzel Anubison a Heroic. Ezután pedig 4 lehetőségük is lesz arra, hogy rendes játékidőben lezárják ezt a pályát, amit a Fúria választott. Viszont annak ellenére, hogy a Liquid ellen szépet meneteltek rajta, nagyon nem adja ki a lépés Falleneknek itt. Lehet a Heroic játszik két ugyanolyan meccset, amióta megérkezett Dexter, hogy az első pályán picit bóbiskolnak, aztán a második kettőre megérkeznek. Minden esetre még ez sincs kipipálva, úgyhogy ezt a kérdést itt most nyitva hagyom. Ugye nem igazán volt pénz Yurinál, egyedül 4150, a többieknél, ahogy láthatod, csak te 9-es. Az viszont egy hiba, igaz nem volt a legegyszerűbb frag, a 4 viszont tökéletes vémény előtt. Készítik ezt a popot, egy kerítő játékoson kötőből készállt a személyben, viszont három itt vannak, de most már nagyon sok CT-s itt van, szám szerint 3. Akiknél rengeteg a gránát, ki is dobálnak derekasan. Megy egy kis gránát, csata, dobálódzás, egy-egyes csere mindeközben, Tessess mini platformról lő még egyet, de nem maradok el a T-Fresh-em, aztán jön Kixan, és Tessess végül lezárja. 13-8, nagyobb verést mér a Heroic a Fury által választott pályán ellenfelére, mint ahogy azt a Fury-re tette Mirázson a Heroic-kal szemben, ugyanitt, nem tudom miért mondtam, hogy Heroic-kal, ez egyértelmű volt. Mindegy, nyugodj, szállj, gyerünk!